Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A kormány döntése értelmében április 1-től további egy évig korlátozzák az energiaárakat a lakossági fogyasztók, valamint a kisvállalkozók számára. A gázszolgáltatókat tartalékolásra kötelezik, a villamosenergia termelők többletnyerességességére pedig 80%-os adót vetnek ki. A döntést örömmel fogadta a lakosság, amelynek pénztárcáját a téli hónapok igencsak megviselték, még az ősszel elrendelt kompenzáció és árstopp ellenére is. Sebb tapasztva gyógyír a kormány mostani döntése. De beszélni fogunk a 24 plusz második felében arról is, hogy hogyan birkozik meg Románia az orosz-ukrán háború által kiváltott válsághelyzettel, illetve arról, hogy ráncfelvarrásra szorul-e a Nikolai Csuka vezette kabinet. Antal Lorenc szenátor, a Szenátus Energetikai Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások Bizottságának elnöke van itt a 24 pluszban, interneten keresztül kapcsolódik hozzánk, valamint Pataki István, a Krónika főmunkatársa. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét kívánok! Uraim, az energiaárakkal kezdünk, de előtte nézzünk egy rövid összefoglalót arról, hogy mit ír elő a pénteken elfogadott sürgősségi kormányrendelet. Elfogadta a kormány az energiaárak korlátozásáról, illetve a számlák kompenzálásáról szóló április 1-től érvényes intézkedéseket. A részletekről Nikolai Csuka miniszterelnök számolt be. A havonta legtöbb 100 kWh elektromos energiát használók 68-ban itt fognak fizetni kilovattóránként az áramért. Az intézkedés hozzávetőlegesen 3,5 millió háztartást érint. 100 és 300 kWh közötti fogyasztás esetén 80-ban itt kell majd fizetni kilovattóránként, ez pedig mintegy 4,5 millió háztartást érint. A földgázért legtöbb 31 banit kell majd fizetniük kilovattóránként a háztartási fogyasztóknak. A nem háztartási fogyasztók számára a villamos energia ára egységesen 1 lej, a gáz esetében pedig 37 bani lesz kilovattóránként. Az energiaárak korlátozásáról, illetve a számlák kompenzálásáról szóló intézkedések április 1-től egy éven keresztül 2023. március 31-éig lesznek hatályban. A kormány arról is határozott, hogy a gázszolgáltatóknak saját fogyasztói gáz szükségletének legalább 30%-át kitevő gázmennyiséget kell tartalékba helyezniük a gáztározókban október 31-éig. A rendelkezés a kormánypártokon belül is vitát váltott ki, mivel egyes aggodalmak szerint a rendelkezés visszafoghatja az energiatermelést egy olyan időszakban, amikor éppen növelésére lenne égető szükség. Szenátor úr, a Románia 2030-ig szóló energiastratégiája ezzel a mondattal kezdődik, idézem: Románia gazdasági versenyképességének fejlesztése, az életszínvonal növelése, valamint a környezetvédelem szorosan összekapcsolódik az energetikai rendszer fejlesztésével és modernizálásával. Ez nagyon szépen hangzik, a mostani kormánydöntés azonban mintha nem ezt támasztaná alá, hanem teljesen más valamiről szól. Még egyszer jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást. Ahogy ön is mondta, pénteken el lett fogadva egy új sürgősségi kormányrendelet, ami az elkövetkezendő 12 hónapot, az elkövetkezendő egy évet fogja meghatározni a fogyasztók és természetesen az energiatermelők szempontjából. Konkrétan a választ a kérdésére. Én általában nem szoktam másokra kenni a felelősséget, vagy másokat hibáztatni a jelen döntéseiért, viszont azért, hogy világosan lássunk, az elmúlt 30 esztendő Románia energetikai szempontjából azt jelentette, hogy számos esetben nem mertek döntéseket hozni, vagy hogyha döntéseket hoztak, akkor azok rosszaknak bizonyultak. Itt nagyon sokat beszéltek az elmúlt időszakban arról, hogy főként új kapacitásokba, termelőkapacitásokban nem fektettek bele, viszont a meglévő termelőkapacitásokat is kivonták a újabb fejlesztések alól, és ez is eredményezte azt, hogy például a villamosenergia szempontjából Románia ugye net importőré vált, viszont ehhez hozzájárult az a tény is, hogy 2021. június 1-től 7 országot kötöttek össze online térben, ami azt jelenti, hogy egy közös platformon jelentkezik a kereslet a kínálattal, Németországtól egészen
egészen Szlovákiáig, Lengyelországig lehet látni azt, hogy ki mit termel, ki mit kínál, és kinek mekkora igénye van a vásárlásra. A stratégia világosan arról beszél, hogy 2030-ig főként az újrahasznosítható energiaforrásokat illetően masszívan kellene Románia befektessen, viszont itt hozzá kell tenni, hogy ebből a szempontból relatíve jól áll Románia, tehát úgy a napelemparkokban, mint szélmalmokban, és nem utolsó sorban a vízi erőművekbe is fektettek be nagyobb összegeket, sőt, akár mondhatnám, hogy adott esetben például Románia déli részén Dobrodzsában sok esetben túlterhelt a hálózat, mivel sokkal több villamos energiát termelnek, ugye tudjuk, hogy ott vannak a nagy kapacitású szélmalmok is, mint amennyit fel tudna használni a hálózat vagy a fogyasztó. Egy dologról beszél a stratégia, ami világosan a jövőbe tekint, viszont a jelenben, még egyszer saját magam ismételve, világossá kell tegyük mindenki számára azt, hogy egy, számos döntés nem lett meghozva az energetikai terén, sajnos igen, keveset beszéltünk az energiáról, a helyzet hozta, az energetikai krízis hozta azt, hogy most mindenki is energetikáról beszél, és a közvélemény igencsak foglalkozik az energetikával, pontosan azért, mert a fogyasztók is érzik a zsebükön ennek az energiakrízisnek a hatását, viszont keveset beszéltünk ezekről a problémákról, és a múltban, még egyszer, stratégia hiányában nem történtek meg a kellő befektetések, és volt még egy igen fontos hátránya Romániának ebben a doméniumban, hogy nagyon sokáig, ugye a sokszor hangzatos nem adjuk el az országot, az úgynevezett Nune Vindem Cára ez alapján hoztak döntéseket, ami azt jelentette, hogy akkor, amikor túltermelése volt Romániának például a hidroelektrika által a villamos áramban, akkor egyszerűen nem tudta eladni külföldi piacokra pénzért, mert nem fektetett be az interkonnektorokba, tehát nem volt határkapacitás. Ugyanakkor a földgáz kapacitásokat illetően, mert itt azért azt látni kell, hogy Románia több mint 80%-át a szükséges gázmennyiségnek az saját maga termeli ki, tehát ilyen szempontból sokkal előnyösebb helyzetben van, mint más Európai Uniós ország, és ezt akár most a hasznunkra kell, hogy tudjuk váltani, tehát nem akartak eladni plusz kapacitásokat sem földgázból, sem villamos energiából, amíg el nem értünk egy valamilyen szintű paradigma váltást, és az elmúlt 2-3-4 esztendőben talán nyílnak meg azok a csatrák, amelyek azt eredményeznék, vagy azt jelentenék, hogy talán az együttműködés is fontos lehetne az Európai Unióban. István, az USZERE azt mondja, hogy az energiaárakról vonatkozó kormányrendelet olyan, mintha egy bukott diák írta volna meg, és az eredménye az lesz, hogy visszaveti az energiaügyi beruházásokat. Kell jelentőséget tulajdonítani annak, hogy mit mond az ellenzék, vagy ő az ellenzék, nem ért hozzá, azt kell, hogy mondja, hogy semmi nem jó, amit a kormány tesz. Általában természetesen kell hallgatni az ellenzékbe, de itt azt gondolom, hogy az USZERE-nak nem feltétlen van igaza. Sőt, tovább mennék, hogyha a korábbi kormány lenne, tehát egy PNL USZERE RMDSZ kormány, akkor azt gondolom, hogy sokkal nehezebben lehetett volna meghozni ezeket a döntéseket. Egy klasszikus, ultraliberális, piacpárti politikát folytat és folytatott az USZERE, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben pont nem erre van szükség. Tehát nincsen más megoldás, mint az energiaárkorlátozás, tehát itt egész Európa ebbe az irányba indul el. Én itt azt gondolom, hogy az USZERE az tulajdonképpen egy akadály lett volna, hogyha a kormány koalícióban marad. És most meg, hogy mit mond, azért azt nézzük meg, hogy a közvéleménykutatásokban az USZERE az bizony folyamatosan csökken, tehát ő próbál valamivel előjönni. Itt most pont nem gondolom, hogy a jó irányt találta el, amikor kritizálja a kormány. Szenátor úr, az energetikai rendszer egyik fő kihívása és ugyanakkor stratégiai felelőssége az elérhető ár biztosítása, valamint a kiszolgáltatott fogyasztóknak a védelme, ezt is írja az energetikai stratégia, de a támogatással önmagában még nem lehet célt érni, és nem csak én mondom ezt, hanem Nagybege Zoltán, az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke is azt mondta, hogy tulajdonképpen most az történt, hogy halat kaptak az emberek, csak hogy az elkövetkezendő egy évben meg kell tanítani halászni őket, mert hogy lejár az egy év, ami korlátozva van az energia ára, és akkor meg azzal szembesülnek, hogy továbbra is
nagyok az energiaszámlák. Tehát takarékosságra kell megtanítani az embereket. Meg kell tanítani őket, hogy hogyan fogyasszuk okosan a rendelkezésünkre álló energiát. Dolgokat egy picit válasszuk külön. Ahogy főszerkesztő úr is említette, jelen helyzetben nem volt más megoldás, mint az, hogy igenis be kellett fagyasztani az energiaárakat, mert minden politikai narratívát félretéve nekünk, akik a döntéshozatalban vagyunk, elsődleges célunk az az, hogy eleget tegyünk azoknak az elvárásoknak, amiért minket oda küldtek jelen esetben, főként a háztartási fogyasztókról beszélünk, hiszen a villamosáram esetében közel 10 millió fogyasztóról beszélünk, ami a földgázat jelenti, közel 4-4,5 millió fogyasztóról beszélünk, tehát világos, hogy a kitetettség az energiakrízis okán az óriási, tehát igenis közbe kellett lépni, és más megoldás nem volt, és itt azért ki szeretném emelni azt, hogy az LMDSZ-nek Kelemen Unor szövetségi elnök úron keresztül hathatós feladata volt, hiszen emlékeztetni kívánnám, hogy azon az utolsó ominózus kormányülésen, ami előtt Kücsú, vagy minek utána Kücsú kormány megbukott, ugye az LMDSZ inszisztenciára került fel az utolsó kormányülésre, és szavazta meg a kormány lépett érvénybe a 118-as sürgősségi kormányrendelet. Tehát igenis közbe kellett lépni, ahogy mondta főszerkesztő úr, továbbá pedig egyik napról a másikra azért nem lehet azt a helyzetet megteremteni, amikor Romániában legolcsóbb volt a villamosáram és a földgáz, az embereket szinte nem is érdekelték ezek a energiahordozóknak az árai, hiszen annyira olcsón lehetett megvásárolni Romániában, éppen ezért nem is volt akivel beszélni esetleg a tudatos fogyasztásról, mert mindenki csak egyet legyintett volna, és azt mondta, hogy miért legyek én tudatos, nem mindegy nekem, hogy mikor mosom a farmernadrágaimat a mosógépe, hiszen ha reggel mosom, ugyanannyi a villany, mint ha éjszaka mosnám, vagy ugyanúgy a földgáz esetében is bármennyit használhattam volna, mert nem volt drága. Az Európai Unióhoz való csatlakozás azért felelősségeket is hozott, és kötelezettségeket is magával. Az egyik az az, hogy liberalizálni kellett az energiapiacot. Persze ez egy vita, és erről holnap reggelig tudnánk vitatkozni, hogy most jó volt-e a pillanat, amikor Románia liberalizálta a piacot, vagy sem. Hogyha visszamegyünk az időbe, akkor azt láthatjuk, hogy már minden nyomás az Unió részéről Románián volt, hiszen többször elnapoltuk a liberalizálást. Tudjuk, hogy egyszer 2018 előtt már liberalizálva volt a piac, majd 2018-ban az ominózus 114-es sürgősségi kormányrendelettel vált újra reglementált, tehát szabályozott piaccá az energiapiac, tehát kellett liberalizálni. A felvezetőben mondtam, hogy múlt év júniusától 7 piac van összekötve, tehát a kereslet kínálat az világosan találkozik, és ezt nincsen ahogy befolyásolni, de azt is hozzá kell tenni, hogy a jövő perspektívájában igenis szükséges elindítani olyan kampányokat, olyan informáló kampányokat, amin keresztül elkezdeni tudatosítani az embereknek azt, hogy figyeljünk oda arra, hogy mikor milyen háztartási gépet használunk és milyen célból. Itt számos olyan Európai Uniós ország van, ahol, és nem véletlenül mondtam a példáját ennek a mosógépnek, ahol egy az egybe, hogyha délután 2-kor mosod ki a farmer nadrágaidat, akkor annyi pénzt fizetsz a villanyért, mintha vennél magadnak 3 vagy 4 új farmer nadrágot, pontosan azért, hogy prioritást élvezzen a villamos hálózat azoknak a fogyasztóknak, akik ugye a gazdaságnak hozzáadott értéket teremtenek. Tehát én azt tudom mondani, hogy igenis foglalkozni kell a tudatos energiafogyasztással, ezt kell legyen a jövő zenéje, viszont ezt azért kis lépésekben kell tenni, és még egyszer visszacsatolnék oda, amit főszerkesztő úr mondott, hogy első lépésben a jelenleg érvényben lévő sürgősségi kormányrendeletre összpontosítsunk. Szenátor úr, egy kérdése és rövid válaszra van még időnk. Az energetikai rendszernek a fejlesztése, modernizálása, az szorosan össze kell, hogy függjön a környezetvédelemmel. Legalábbis erről szól a Green Deal, a zöld megállapodás. Hogy állunk ezzel Romániában?
Ugye erről is tudnánk azért hosszabban beszélni, azért az is egy paradoxon helyzet, hogyha Timmermans urat nézzük, akkor 3-4 héttel ezelőtt talán az egyik legnagyobb meggyőződéssel nyilatkozó politikus volt, aki azt mondta, hogy zöldíteni kell Európát, és a fosszilis energiaforrásokat vissza kell szorítani, és teljességgel széndioxid kibocsátás csökkentés fele kell menni, le kell mondani a szénerőművekről, le kell mondani a nukleáris erőművekről, és mindent is, ha lehet, akkor regenerábilissá kell átalakítani, majd nem is olyan rég, úgyszint húsvér emberként Timmermans úr kijelentette, hogy na lámlám, mégiscsak jó lenne akkor a szénerőműveket visszaállítani, és újra nyitani Németországban azokat a nukleáris erőműveket, amelyeket bezártak, vagy tovább fejleszteni ezeket az ágazatokat. A Green Deal fontos, én azt mondtam mindig is, hogy jó magam is, és a szövetség, akit képviselek, Green Deal pártiak voltunk, tehát látjuk ennek a racionalitását és értjük ennek a fontosságát, viszont az elmúlt időszakban határozottan kijelentem azt, hogy azok az úttörők, vagy azok a gondolkodók, akik ezt a Green Deal-t vitték és tűzték zászlójukra Európában, túlzásokba estek, extrém irányba vitték, szélsőséges irányba vitték el ezeket a kezdeményezéseket, hiszen ma Európa kell lássa az, hogy energetikai szempontból úgy a villamos energia, mint a földgáz szempontjából nincsen még felkészülve arra, hogy egyik napra a másikra átálljon a zöld energiaforrásokra. Meg kell találni azt az irányt, azt a közös pontot, amin keresztül egy kiegyensúlyozott fejlesztéseken keresztül eljutni a kitűzött célokhoz, de ma evidens az, hogy ezt az egészet át kell gondolni, és azért újabb alapokra, vagy másabb alapokra kell helyezni. Antal Lorenc szenátornak, a Felsőház Energetika, Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások Bizottságának elnökének köszönöm, hogy itt volt a 24 pluszban és válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm én is a lehetőséget, viszontlátásra. Pataki Istvánnal, a Krónika főmunkatársával folytatjuk a beszélgetésünket. István, azzal volt tele a központi sajtó, a hírtelevíziók reggeltől egészen délutánig a háború mellett arról szóltak, hogy kiértékelik a miniszterek tevékenységét, sőt, Florin Kücura hivatkozva még arról is beszéltek a központi hírtelevíziók, hogy itt a kormány átalakítására, a kormány ráncfelvarrására fog sor kerülni. Délután aztán kiderült, hogy nincs feltétlenül arról szó, hogy kiértékelték volna a miniszterek tevékenységét. Mi történt ma? Be akart valaki kerülni a hírekbe? Hát, hogyha Florin Kücut nézzük, akkor valószínű, hogy be akart kerülni, általában be akar kerülni, mióta nem miniszterelnök. Tehát ugye azért a nap folyamán először az derült ki, hogy ugye Florin Kücu, hogyha esetleg befolyással is lenne arra, hogy mi történik a kormányban, akkor elsősorban a penélés, tehát az ő általa papíron, szerintem már csak papíron vezetett párt minisztereinek az esetleges cseréjébe szólhatott volna bele. De mint kiderült, erről igazából szó sem volt a koalíciós tárgyaláson, sokkal inkább arról volt szó, hogy különböző kirendeltségek, megyei, helyi kirendeltségek élére kikerüljön. Hát a szokásos, mondhatnánk, business as usual, tehát a koalíció az futott egy kört a saját pozíció leosztása ügyében, egyébként nem jártak sikerrel, tehát egy újabb ülésre van szükség, de minden esetre Florin Kücunak valóban egy szereplési lehetőség volt, ő imád újságíróknak nyilatkozni, ugye. Imádnak nyilatkozni a Mentsétek meg Romániát szövetség politikusai is, és Kötelin Drulő, az USZRÉ ügyvívő elnöke ma azt mondta az egyik központi hírtelevízióban, hogy az egész kormányt egyébként úgy, ahogy van, lapátra kellene tenni, és más miniszterek kellenének, de név szerint említette az energiaügyi minisztert, a pénzügyminisztert, a munkaügyit, a szállításügyit, az egészségügyit, valamint az oktatásügyi minisztert, hogy ők azok, akiket mindenképpen le kellene, hogy váltani a Csuka kabinetből. Mekkora igazság van az USZRÉ kijelentésében? Itt beszéltünk az imént arról, hogy az ellenzékből nyilván az a feladatod, hogy bírálj. Azért azt lássuk be, hogy most ebben a háborús helyzetben, látjuk a közvéleménykutatásokban is, igazából én azt mondanám, hogy jó, hogy ez a koalíció van, és még azt is mondanám, hogy jó, hogy egy olyan miniszterelnök van, mint Nikolaj Csuka, nem föltétlenül azért, mint hogyha valamiféle óriási
eredményeket ért volna el a kormány élén, de most igazából arra van szükség, hogy stabil legyen a kormány, hogy egyfajta kiszámíthatóság legyen, hogy azt üzenje az emberek fele, hogy ellenőrzik a helyzetet. Tehát az, hogy az USZ-ére mit mond, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlen fontos most jelen pillanatban. Egyébként, ha már itt említettél néhány minisztert, illetve Drula említett néhány minisztert, akkor én azt gondolom, hogy az energiaügyi miniszter azért nyugodtan mehetne. Tehát én úgy gondolom, hogy abszolút nincs a helyzet magaslatán már jó ideje, és főleg nem érzi azt, hogy most van egy válsághelyzet. Tehát most egy válsághelyzetben egy energiaügyi miniszternek azért jóval másképp kellene kommunikálnia, hogy azt nem mondjam, hogy hát egyébként tevékenykednie, hát hogyha csak a fekete-tengeri kitermelés ügyében az offshore törvény nézzük, akkor ez a miniszter ez képtelen volt megoldani most már lassan több éve, hogy ez a törvénymódosítás megszülessen, és tulajdonképpen ezért áll. Hát nem csak ezért, de ezért is, mert azért benne van természetesen az amerikai cég érdeke is. De mindesetre Virgil Popescu-nak már csak azért is mennie kellene, amit korábban kijelentett, hogy az a megoldás ebben az elég súlyos helyzetben az energiai drágulások miatt, hogy hát spóroljunk. Igen, Boris Johnson is azt mondta, hogy lennét kell venni a fűtést, és persze, ne 23 fokba legyen. Nem ezt várják az emberek az ország vezetőitől, tehát az ország vezető nem azt várják, ők is tudják, nagyon sokan spórolnak is. Nem hiszem, hogy ezt mondani kell, hát mindannyian tudjuk, hogyha a pénztárcánkba nem fér bele, akkor nyilván lépni kell, és akkor lejjebb húzzuk, de nem ezt várjuk a vezetőktől, őtőlük megoldást várunk, hát szóval... Ezt én teljesen felháborítónak tartom, hogy egy miniszter ezt ki tudta jelenteni, hogyha már csak ezért is mehetne. Már kommunikációról esett szó. Az elmúlt másfél-két évben nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hogyan kezeli a kormány, hogyan kezelte a koronavírus okozta válsághelyzetet, és még ki sem lábaltunk teljesen a Covid hullámokból. Már is nyakunkon egy új válsághelyzet, az orosz-ukrán háború jelentette humanitárius, illetve gazdasági válságra gondolok. Ezt hogyan kezeli a kormány? Teljesen rendben van ez, vagy az itt is van a kívánvaló? Elsőre azt mondanám, hogy sokkal jobban, mint a Covid-járvány. Tehát a Covid-járványra az volt a jellemző az első pillanattól, és ez végigkísérte az egész tulajdonképpen az egész járványt, hogy ugye kiszámíthatatlan volt, össze-vissza nyilatkoztak, más mondott az egészségügyi miniszter adott esetben, mint a miniszterelnök. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból már csak azért is jobb a helyzetkezelés, hogy kevesebbet kommunikálnak. Igenis, Romániában az sokszor jó. Tehát most gondoljunk bele, a Florin Kücsú lenne a miniszterelnök, hogy miket mondana egy ilyen háborús helyzetben, hogy éppen most mit tegyünk, és hova... Jó, hogy egy katona miniszterelnökünk van? Milyen szempontból lehet, hogy jó. Meg eleve Nikolaj Csuk egy olyan figura, hogy... nem szereti ezt az állandó felhajtást maga körül, tehát nem az a fő célja, hogy ő népszerű legyen, legalábbis úgy tűnik. Egyébként Románia kényes helyzetben van kétségtelen ebben az egész háborús konfliktusban, több okból is. Egyrészt az erőteljes amerikai jelenlét Romániában egyfajta célponttá teszi, most durván fogalmazok, de végül is így van, ha megnézzük az orosz... mindenki, hogy lehet, hogy célpontok vagyunk, de hát a katona miniszterelnöktől egészen a fizikatanár Klaus Ioannis államfőig mindenki azt mondja, hogy nagyon jó az, hogy az amerikaiakkal ilyen szoros barátságban vagyunk, mert ők azok, akik megvédenek minket. Maradjunk annyiban, hogy nagyon jó, hogy a NATO tagjai vagyunk. Tehát ha valamikor ez felértékelődött, ez most felértékelődött minden egyes NATO tagállam számára, az mindenképp megnyugtató. Tehát azért attól én nem hiszem, hogy tartani kell, hogy itt minket hirtelen megtámadnak az oroszok. Nem. Bármennyire is Putyin elvadult, azért ennyire nem lehet irracionális, hogy egy valóban kirobbant egy harmadik világháborút. Én inkább arra gondolok az amerikai erőteljes amerikai jelenlétnek, hogy ugye Amerika ilyenkor a maga nagyon harcias retorikájával, hát ezeket az országokat, amelyek hát finoman fogalmazva követik, vagy felnéznek rá, vagy tehát, hogy mondjam, követik az ő
politikáját nehezebb helyzetbe tudja hozni. Na most ebben a tekintetben visszafogott volt a román vezetés, nézzük meg a lengyeleket. Jó, persze ott van történelmi oka is ennek, hiszen ott azért az Oroszországhoz való viszonynak van egy komoly történelmi háttere, de jó ilyen szempontból, hogy Románia nem ennyire harcias, mint Lengyelország, mert nem. Én azt gondolom, hogy ebben a háborús helyzetben az embereknek két dolog fontos. Egyik egyszerűen a fizikai megbízhatóság, tehát hogy biztos legyen abban, hogy ő nem kerül, vagy az ország nem kerül egy háborús helyzetbe, és a másik a megélhetési biztonság. Tehát ez a két dolog kell azért vezérelje egy ország vezetőit, még akkor is, hogyha természetesen ki kell állni Ukrajna mellett egy csomó más szempontból, és természetesen el kell ítélni ezt az orosz agressziót. Úgyhogy Románia ilyen szempontból nem feltétlenül vizsgázott most rosszul, és ne felejtsük el azt is, hogy ugye Moldova révén, nem csak azért egyébként, hogy Romániának nagyon hosszú határa van Ukrajnával, hanem Moldova révén is azért egy picit kitettebb ebben a helyzetben, és úgy tűnik, hogy a moldovai vezetés is, nyilván ebben volt egyfajta egyeztetés Romániával, a moldovai vezetés is azért visszafogott, tehát folyamatosan hangsúlyozzák, hogy például, hogy ők semlegesek akarnak maradni, nem akarnak NATO tagok lenni. Tehát ezek olyan üzenetek, amelyek azt mutatják, hogy itt nem, hogy Románia nem akar, Románia sem, Moldova sem, mondjuk Moldova maga helyzetében érthető is, de csinálhatna hibákat, de úgy gondolom, hogy ilyen szempontból tulajdonképpen a román vezetés jól vizsgázik, sokkal jobban, mint a Covid idején. A menekültek kérdésében sem föltétlen rossz az állam szereplése, bár azért jóval több beavatkozásra lenne itt szükség, látjuk, hogy sokszor civil szervezetek végzik ott a munkajavát. És ami fontos, hogy azoknak, akik itt vannak, azoknak pedig valamiféle munkalehetőséget kell adni. Én tudom, hogy ez nem mindenkinek népszerű, mert az emberek attól félnek, hogy majd elveszítik a munkahelyiket. Nem gondolom Romániában, én úgy gondolom, van egy csomó olyan terület, ahol éppensége munkaerő hiány van. Hát ez egész Kelet-Európára jellemző, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt be lehet nyugodtan vállalni azt, hogy akár egyfajta munkaerőként, vagy hiányzó munkaerő pótlásként is lehet tekinteni ezekre a akik az a kérdés, hogy milyen területen szeretnének dolgozni a Romániában, letelepedni, időszakosan is letelepedni szándékozó. Hát én azt hiszem, hogy egy olyan ember számára, aki menekült, és aki hát sajnos egy ilyen rettenetes helyzetet élt át. Például az építkezésiparban van munkaerőhiány, de tudjuk azt, hogy jobbára hölgyek jönnek. Igen, az kétségtelen. Jönnek Romániába, Ukrajnából, illetve Nyugat-Európa fele is, tehát szépségszalonokban, meg hasonló helyeken lehet, hogy telítődik egy idő után a piac. Arról beszéltél itt korábban, hogy meg kell nyugtatni a lakosságot, és hogyan kezeli Románia a létbizonytalanságba kerülő állampolgárokat, megnyugtatni őket azt illetően, hogy nem lesz háború, hogy biztonságban vagyunk. Én azt tapasztalom, hogy a kormány ilyen szempontból nem kommunikál jól, mert, és gondolok itt az kialakult üzemanyagpánikra, vagy ott van az étolaj körül kialakult hisztéria, hogy azt mondja az ország folyamatosan, hogy nem kell aggódni, mert vannak tartalékok. Én azt látom, a környezetemben lévő emberek nem azért aggódnak, hogy esetleg nem lesz tartalék, hanem azért aggódnak, hogy a tartalék az megdrágul, és azért kezdődtek el a pánikvásárlások, tehát hogy sokkal egyértelműbben kellene, hogy kommunikálni. Igen, de óvatosan, tehát én úgy gondolom azért, hogy minél többet beszélünk erről, annál inkább pánik lesz. Tehát ugye ez, tehát hogyha azt mondjuk, hogy ne pánikoljanak, akkor attól még jobban pánikolnak. Nagyon óvatosan kell kezelni ezeket a helyzeteket. Jelenleg talán nem is biztos, hogy politikusokra lenne szükség, hanem valamiféle pszichológusokra. De hát ezt elmondtuk egyébként a koronavírus járvány idején is, hogy lehet, hogy nem politikusok kellene, hogy válság kezeljenek, vagy legalábbis válság kommunikáljanak, hanem azok, akiknek ez a
szakterületük. Pataki Istvánnak, a Kronika főmunkatársának köszönöm, hogy ma este itt volt velem a 24 pluszban, és válaszolt a kérdéseimre. Én is köszönöm. Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Legyen szép estejük. Viszontlátásra.